Jöhet! Beszéljük a boldogságról! Beszéljünk a boldogságról! Sziasztok, jó estét! Szia, Niki! Szia, Andi! Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szívesen. Én nagyon örültem, amikor írtál. Egy kicsit bonyolult volt velem az élet, de megtaláltuk az időpontot, úgyhogy nagyon örülök. Én is, és köszönöm, hogy itt ragyogsz nekünk. Köszi. Onnan a boldogság világnapja van. Átcserélem a felsőmet egy ilyen csillogósan, már feketében vagyok, ne úgy tűnjek, mint aki gyászol. Na, mesélj nekem, hogy vagy te ezzel a boldogságos divál. Wow, hol kezdjem, hogy boldog vagyok-e, vagy ott, hogy mit jelent nekem a boldogság, vagy mit kezd, honnan induljak, mit szeretnél, Andi, miről beszélgetünk ma? Lehetek arra beszélni, hogy mit hittél korábban róla, és volt ebben egy shift. Köszi, jó, ez így másabb vagyok. Ez így egy másik. Igen, szóval azt gondoltam régen, amivel szerintem sokan, akik nézitek ezt a live-ot most vagy később, lehettek most, vagy voltatok már, hogy a boldogságot magamon kívül kerestem. Majd ha lesz egy pasim, akkor majd újra boldog leszek, vagy ha majd lesz sok pénzem, akkor majd nagyon boldog leszek. Ha sikerül elvégeznem, megszerezni a bizonyítványaimat, akkor majd nagyon boldog leszek. Szóval a shift az nálam abban lett, hogy rájöttem, hogy igazából minden, amit kívülre helyeztem magamon kívül, az itt található. De ugye eleinte, amikor ezt valaki így mondja, meg annyiszor halljuk ezt, egyébként az ezóspiriben is, meg egy csomó helyen, hogy minden itt van benned, oké, köszi, minden basszus, te vagy. Igen, és akkor ez a köszi, és ez mit a tökömet jelent, mert amúgy erről senki nem beszélt. És akkor nekem ez egy ilyen felfedező út volt. Én tényleg azt gondolom, hogy ugye volt a balesetem, már mindenki nagyon unja, tudom, de hogy volt az a cucc, és akkor onnan találkoztam az eszközökkel, de igazán így nagy, ilyen nagyon okos voltam. Szóval nagyon jól el tudtam mindenkinek mondani, hogy tegyen fel egy kérdést, vagy nagyon okosan el tudtam mondani, hogy egy végtelen lény, de én nekem ehhez semmi közöm nem volt. Tehát már nagyon okos voltam, nagyon jól tudtam osztani mindenkinek a tutit, ugyanakkor én magamon nem igazán alkalmaztam, és akkor ugye, amikor 2018 karácsonyán akkor már olyan régen volt, úristen, akkor hazaköltöztem, és szakítottam, és semmim nem maradt, se pénzem, feladtam mindenemet, elajándékoztam mindenemet, visszajöttem, 5000 dollár volt induláskor a bankszámlámon, mire hazaértem már csak 3000, mert azt hiszem 1000 dollár volt csak a bőröngyeimet feladni, meg Airbnb-t kellett bérelnem, és akkor maradt 3000 dollárom, ami akkoriban elég rossz volt a dollár, mondjuk 750 ezer forint kb., és mondom, mit fog csinálni ennyi pénzből, úgyhogy se munkám, semmi, hát tegnap még úgy volt, hogy férnél vagyok, ma meg már nem, és akkor képzeld el, hogy ott ültem, és így rájöttem arra, hogy nem maradt semmim, csak az eszközök, mi lenne, ha most igazán elkezdeném őket használni, igazán. Wow. És akkor nekem onnan indult ez a rakéta, amire felültem, és azóta is így megállíthatatlanul úgy érzem, hogy úristen, senki sem tud megállítani, és az történt, hogy akkor a szakítás után szörnyű, szörnyű állapotban voltam egyébként. Szóval az első 3 napon az Airbnb-be bevonultam, betoltam a bőrönömet, leengedtem a redőnyt, és nem keltem ki az ágyból 3 napig, és akkor a barátnőm jött el, elmentünk inni egy pezsgőt, akkor még lehetett ilyeneket csinálni, és akkor elkezdtem így kijönni a csigaházamból, de igazából hosszú-hosszú hónapokon keresztül én nem menstruáltam másfél évig. Tehát én elég ramacs állapotba kerültem emiatt, közben meg teremtettem az életem, szóval ez egy érdekes kis dolog volt, és akkor az történt velem, hogy először 3 hétig nagyon boldogtalan voltam, aztán 1 hétig nagyon boldog, és akkor ez elkezdett így változni. Már 2 hétig tudtam boldog lenni, és akkor utána 2 hétig nem. És akkor elkezdett ez változni, és akkor ez az arány, ez így ide jött, és akkor pont aminek beszélgettem a barátnőmmel, és vele beszélgettünk erről, hogy ki depis, ki nem depis, hogyan érzi magát, boldogság, boldogság világnap, és mondtam, hogy hát én is szoktam depis lenni, szerintem mindenkinek van rossz napja, de ugye depis, hát ezt én most itt macska körömbe tenném a depiset, vagy nem depis vagyok, hanem kicsit éberebb a világra, mint egy átlag ember, és akkor van ilyen, hogy rám ül az elefánt,
És akkor így elkezdtem gondolkodni, így keresni az elmémmel, hogy mikor éreztem magam út, mikor volt az, amikor utoljára nem volt kedvem semmi, azon. Én nem is emlékszem. Szóval a sok-sok eszköz használat azt hozta nekem, hogy elmúlt ez a vév az életemből, nincsenek ilyen nagy kilengések, tehát igen, vannak napok, amikor ha valaki azt mondja, hogy a boldogság csak egy választás, akkor pofán verném egy gumipapucsal. Köszi, fuck you. Ugyanakkor ez annyira ritka, hogy azokon a napokon meg már meg is engedem ezt magamnak, és nagyon sokszor azt teremti a többet, hogy vekengek. Szóval nekem valahogy ez a boldogság dolog ilyen, hogy ez nem egy állandó, tehát hogy az örömteliség, persze ez a végtelen lényünknek az alap, ugye a négy elemen kívül, hogy végtelenül létezel, végtelenül befogadsz, végtelenül érzékelsz, és végtelenül tudsz, ezen kívül szerintem még az öröm, a könnyedség, a ragyogás, akkor mondhatjuk a boldogságot, ezek mind a végtelen lényednek a része. De néha én szeretek véges lény lenni, és akkor mi van? És akkor mi van? Pont most ez egy ilyen nagy témám, hogy beszélgettem valakivel, és akkor ő mondott valamit, de nem is velem kapcsolatban, és én mindent így magamra vettem, fú, de jó, hogy mondod, ezt is meg kell változtatnom. Fú, de jó, hogy mondod, azt is meg kell változtatnom. És ő mondta a végén, egyáltalán nem foglalkozik például access eszközökkel, ő mondta a végén, hogy mi lenne, ha ebből a beszélgetésből nem azt vennéd ki, hogy már megint milyen projekteket tudsz létrehozni, hogy mit kell veled kapcsolatban megváltoztatni, ami nem jó, és így mondtam, hogy wow, ezt még soha nem mondta nekem így senki. Észre sem vettem, hogy bármi jön a külvilágból, akkor én mindig találok valamit, amit meg kell rajtam szerelni, amit meg kell rajtam változtatni, és ezt kezdem el föladni most az utóbbi időszakban, egy pár hete, hogy és akkor mi van? Most éppen ilyen vagyok, most éppen nincs jó kedvem, vagy most éppen nincs kedvem valamihez, és akkor mi van? Ez is rendben van. Szóval mi van, ha ez nem egy ilyen állandó, itt vagyunk, és akkor mindig boldognak kell lenni dolog, hanem lehet ez a természetes állapotunk, de mi van akkor, hogyha néha nem érezzük magunkat boldognak. Én olyankor, én azt vettem észre, hogyha nem érzem magamat boldognak, akkor szoktam ezekkel az X-Men cuccokkal egy picit foglalkozni, bár én nem voltam még tanfolyamon sem, csak érdekel engem nagyon, hogy igazándiból, amikor éber vagy, az nem úgy néz ki, hogy az egész világ az enyém, és most megváltom a világot, hanem amikor nagyon ilyen extrém módon éber vagy, az így néz ki, hogy miért nincs pénzem, mi a baj velem, miért vagyok ilyen kövér, szar vagyok. Azért, mert amikor extrémen éber vagy, akkor mindent érzékelsz a világból, és ezt egy csomóan nem ismerjük el, hogy amikor így vagyunk, akkor csak extrémen éberek vagyunk. És akkor, ha ezeket az eszközöket, amikről vagy gondolom, mindjárt beszélgetünk, hogy mik vannak, hogy fölkapcsolod a boldogságodat például, vagy fölturboz, ugye valami ilyesmi most ez a hónapnak a workshopos témája, akkor például azt tud ebből minket kihozni szerintem, hogy használjuk az eszközöket, és akkor jobban tudjuk birtokolni ezt az örömteliségünket. És aztán tovább mennék, hogy mit jelent a boldogság, mondjuk annyi mindenkinek annyi félét. Nekem minden nap mást jelent. Egyik nap azt jelenti, hogy bent maradhatok az ágyba 10-ig, a következő nap azt jelenti, hogy felkelhettem 5-kor. Tehát mi van, ha a boldogság is egy olyan dolog, amit minden nap felfedezhetsz, hogy ma mi tenne boldoggá? Én mindig kérdéseket teszek fel, nem mantrázok semmit, mert az engem annyira beragaszt, hogy utána az egész életem így összezuhan. De ha minden nap kérdéseket fel, mit jelent nekem a boldogság ma? Ez jó egyébként, ez a projekt is így született, hogy csak elkezdtem kérdezni, hogy mi lenne bulis, és így följött a hírlevél erről az egész workshopról, és így wow, és akkor már így jött az ötlet, és annyira jó volt. Hogy mi van, ha csak ennyi. De ez a szerelés is érdekes egyébként, amit mondasz, mert pont a hétvégén találkoztam egy szerintem közös ismerősünkkel, és ő beszélgettünk, és így rám néz, és ő ismer, évek óta ismer, és így, Andi, te miért szereled magad még mindig? Ugyanezt mondta. Igen. Ugye? Ez egy nagyon érdekes dolog, és látod, 2 éve én tényleg egy ilyen igazi eszköz junkie lettem.
Eszköz csak. Én, igen, engem semmi nem tud megállítani, engem semmi nem tud lelombozni, mert én tudom, hogy mindenre van egy eszközöm. Tudom, hogy mindenre van egy eszközöm. Miért kezdtem ezt a mondani? Mit tudom, én annyi minden jár a fejembe, a kis OCD, és ami, ja, a szerelés, és mégis annyi eszközt használok minden, és még mindig szerelem magam. Mondom, hát, cuki vagyok. Igen. És mi Cuki van, ha ez lány. is rendben van? Köszi. Ja, várjál, erre még nem gondoltam. De jó, hogy itt vagy, és nem magamban beszélgetek. Ugye? Na, és mik a kedves eszközeid, Nikola? Wow. Hát minden is a kedvenc. Mindig más a kedvenc eszközöm. Egyébként én nagyon, nagyon, az egyszerűségre törekszem, szóval én nem nagyon bonyolítok, én bevallom most itt töredelmesen a nagyvilág előtt, hogy én nem vagyok ezeknek a bonyi tisztításoknak, meg én nem bonyolítok. Én, amikor Geri mondta a facilitátor képzőn, hogy az Access-ben az első eszköz a mantra volt, hogy az életben minden, ugye minden, minden. A szar is, könnyedén, örömmel, és ragyogva árad felém. Igen. Tehát a szar is könnyedén, örömmel árad felém. És a második eszköz volt a bárs, és akkor elkezdték facilitálni a bárs tanfikat, akkor jöttek az emberek, és akkor őket kellett facilitálni, akkor jöttek a többi eszközök, és akkor ahogy történt, az egész így fejlődött, és akkor és így meséli ezt, és mondja, hogy és az összes többi azért lett kifejlesztve, létrehozva, úgy született, hogy visszavigyen minket oda, hogy az életben minden örömmel, könnyedén és ragyogvára tudjunk. De ti annyira hülyék vagytok, hogy az összes tanfolyamra el kell menni, új eszköz, és közben az egész csak annyi, hogy mondd el a mantrát reggel és este 10-szer, hogy az életben minden örömmel, könnyedén és ragyogvára tudjunk. Úgyhogy én most ilyen nagy mantra fán vagyok, illetve nem csak úgy mantra fán, hanem... De várj, az nagyon... azt mondtad, hogy nem mantrázol, bocsi. Ja, más bocsi, nem igen, tehát úgy értettem, hogy ahogy más modalitásokban mondjuk azt mondom, hogy szép vagyok, okos vagyok, tehát én így nem mantrázom, inkább kérdést teszek fel, viszont ugye az Excel, hát mantrának hívjuk, de amúgy ugye ez amúgy nem egy mantra. Nem. Mert mit csinál ez így, tehát a szép vagyok, az ennyi, akkor már csúnya nem lehetek. Igen. Ez a mantra meg így teret nyit nekem. Mert ebben minden benne foglaltatik. Szóval úgy értettem, bocsi, az előbb a mantrázást, igen, de kösz, hogy ezt mondtad, mert lehet, hogy többen félreértették volna amúgy is. Szóval én nagyon sokat használom a mantrát, és mostanában nagyon sokat, még két eszközt használok, nagyon-nagyon sokat. Az egyik, hogy mi az én valóságom a testemmel, mi az én valóságom a pénzemmel, mi az én valóság a pénzzel, mi az én valóságom a párkapcsolatban. Mert arra jöttem rá, hogy egyszerűen egy ilyen not me térből működöm, ahol nem én vagyok. Egy csomó szituációban reagálok, és utána meg így nézek, hogy what the fuck? Mit csináltam? És akkor felszoktam tenni ezt a kérdést, én mindig angolul, hogy who am I being, ugye, hogy ki vagyok én ilyenkor, és mindig az jön, hogy not me, hogy nem én. Igen, és pont nemrég volt Dénynek erről egy live-ja, a Not Me-ről, igen. Na, és képzeld el, hogy a legizgalmasabb, hogy itt vekengtem a párkapcsolatom miatt, és én már nem akarok vekengeni, de már egy hete vekengtem. És ez nekem már nagyon hosszú idő, hát azt én nem... És elmentem az Andráshoz egy facilitálásra, a Balaskó Andráshoz. És ott ültünk a kanapén, és akkor meséltem neki, hogy nem tudom, András, teljesen elmebeteg leszek, amikor a párkapcsolatban van szó, nem vagyok önmagam, úgy viselkedek, mint akinek nincsenek is eszközei, és még sose találkozott velük, mint hogyha, én nem is tudom, mondom, képzeld el, hogy nem tudom föltenni magyarul ezt a kérdést, csak úgy tudom megkérdezni, hogy who am I being, és mindig az jön, hogy not me. András meg így. Mert hogy az előző Maestro-ról jött ez elő, aztán most az SOP tanfolyamhoz ajándékba is kaptuk ezt a hanganyagot, a not me-ről, hogy mennyire sokszor nem vagyunk önmagunk, tehát hogy van egy ilyen, mint egy ilyen visszafejlődött lény, vagy egyfajta egy ilyen entitás, ami ilyenkor így ups, helyetted elkezd mindenfélét csinálni. És akkor mivel rájöttem, hogy nagyon sokszor nem önmagam vagyok, ezért nagyon szeretem azt az eszközt, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik, és most két hete használom ezt az eszközt, és az összes problémám eltűnt.
olyan dolgok, nem is megoldottak, talán nem is ez a legjobb szó. Egyszerűen így, ilyen, a minden, ami ilyen volt, meg ilyen, az így ilyen lett, kisimult. De jó. És van egy nagyon kedves példám erre, hogy szétcseszegettem a Michael-t, amikor most itt volt, mindenne, miért oda tetted a párnát, nem hiszem el, hogy nem tudom, a fogkefédet nem tetted vissza, tehát klasszik, én elmesélem mindenkinek a hülyeségemet, és így rájöttem, hogy na, who am I being, not me, fuck, megint nem önmagam vagyok, és akkor mondom, mit, hogy használjak, és akkor jött, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem, és kezdve egy egész nap mondogattam, pedig ma ott voltam, hogy menjen már haza, tűnjön el innen, hogy legyek egyedül, és én csak egyedül akarok lenni. És olyan izgi volt, hogy ez is, who am I being, not me, wow, okay. És akkor mondogattam folyamatosan ezt az eszközt, és kezdve, hogy elkezdett valami feloldódni, és egyszer csak így megszűnt közöttünk ez a nagy ellenállás. És akkor este mondtam neki, hogy képzeld el, hogy így éreztem magam, ezt gondoltam, és egész nap használtam ezt az eszközt, és estére meg így föloldódott ez az egész, és így olyan közel éreztek magamhoz, és mondta, hogy képzeljem el, hogy ugyanabban az időben ő neki meg az jött, hogy mi lenne, ha ő nem reagálna az én ellenállásomra, meg a cseszegetésemre, és akkor ő úgy döntött, hogy azt fogja csinálni, hogy úgy képzeli el az én lökésemet felé, energialökésemet, mint egy hullámot. És ugye ez nem egy rossz hullám, vagy egy jó hullám, ez csak egy hullám. És jön a hullám, és ő csak tovább engedi. És egész nap dobtam a hullámot, ő meg... De mi az izgalmas ebben? Ő megváltoztatta az egész dinamikát közöttünk, mert nem akadt fent a cuccom, igen, amit toltam felé. Tehát, hogy kvázi ő volt a szikla a patakban, de a cucc ment tovább. Igen. De miből indult ki az egész változás? Abból, hogy én elkezdtem ránézni arra, hogy minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak. Elkezdett feloldódni ez a ez, és az ő világában létrejöhetett valami, feljöhetett éberség, vagy bármi, amivel meg tudja ezt változtatni, és utána hajlandó is volt megváltoztatni. És az utána annyira fantasztikus volt az követő 4-5 napunk, amit együtt töltöttünk, még soha életünkben ennyire klassz időt nem töltöttünk, még soha. Ő is ezt mondta azóta is, hogy wow, mit csináltunk, és mondtam, hogy ennyire egyszerű lenne bármit megváltoztatni, wow. Aztán. Szóval hát nekem most ezek a kedvenceim. Bocsi, mondta egy fontos dolgot, a hajlandóság. Tehát, hogy ő hajlandó volt megváltoztatni. Igen, köszi, köszi. Igen, ő hajlandó. Ő abszolút most ebben van, hogy ő szeretne egy csomó mindent magával kapcsolatban megváltoztatni, úgyhogy most ilyen tök jó nekünk, mert most mind a ketten egyébként hajlandóak vagyunk. De igen, de kösz, hogy ezt mondtad, mert sokszor, ha használjuk az eszközt valakinek, aki nem hajlandó változtatni, akkor ne éljük meg kudarcként. Ez nagyon fontos. Ami tudom, hogy nem annyira egyszerű, de szerint, ha csak így megvan ez az információ, az már sokat tud segíteni, hogy oké, az, hogy a másik mit választ, az meg már az ő választása. Úgyhogy igen. Köszi, Andi, hogy ezt így, köszi, hogy ezt így külön kiemelted. Hát úgyhogy nekem ezek most a kedvenc eszközeim. Szuper. És mit ajánlasz a vekengőknek? A vekengőknek? Elég sokakkal, vagy nem tudom, hát szerintem sokan csak éberek egyébként nyilván arra, ami most történik, igen, de hogy azért sok emberrel beszélek, és így jaj, elegem van már, türelmetlen vagyok, már elegem van, már elegem van, már elegem van, már elegem van. Ezt sokszor hallom. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy teremtsen egy valóságot túl ezen a valóságon. Uh-huh. Ez most tökre megfoghatatlan, én nem nagyon értettem ezt korábban, de tudok ráadni pár tippet, hogy hogyan. Szóval én nagyon sokáig tettem fel azt a kérdést, én tényleg ilyen junkie vagyok, én nagyon csinálok valamit, ha csinálom. És én nagyon sokáig tettem fel azt a kérdést, hogy mi az én valóságom. A másik kedvenc Erdély Nikolett kérdés, ezt a programjaimban egyszer így kijött belőlem ez a mondat, és leírtuk, és azóta megvan, és azóta mindenhol mondjuk ezt az összes programomban, hogy mi az az élet, ami élni szeretne bennem. És ez nem az, hogy van karma, meg megvan írva a sorsod, egyszerűen mi az, ami lehetséges a számodra, mi az az élet, ami élni akar bennem. Ha nem akarnám kitalálni, hogy mi ez, akkor mi lenne az az élet.
és ezt engedném-e, hogy megmutatkozzon rajtam keresztül, vagy bennem, vagy a munkásságomon, a kapcsolataimon, mindenen keresztül. Én azt gondolom, hogy én azt mondanám a vekengőknek, hogy mindenkinek van egy valósága túl ezen a valóságon. Én most így elkezdtem ezt így élni, hogy így, ezt mondhatták volna előbb is, basszus. Hogy van egy valóságod, ami nagyon túl van ezen. Nekem ugye 2,5 éve volt ez, hogy ilyen nagyon padlóra kerültem, ugye előtte meg a balesetemkor félig leamputálták a lábamat, minden bajom is volt, akkor azon vekengtem, mindig volt valami vekengésem, és aztán rájöttem, hogy figyú, nekem ez volt az utolsó, hogy én megengedtem magamnak, hogy én ennyire lepadlóz, le vagy hogy padlóra küldjem magam, és akkor döntöttem úgy, hogy annyi eszközöm van, hogy fuck me, ha nem változtatom meg az életemet. Akkor válasz, akkor menjek innen, tűnjek el innen. És akkor úgy döntöttem, hogy nem, én ezt akarom, és hajlandó leszek használni az eszközöket. Bármilyen rossz dolog jön, én hajlandó leszek mindent megváltoztatni. És akkor jöttem rá, hogy én csak akarok teremteni egy valóságot, ami túl van ezen a valóságon, amikor nincs rám hatással a COVID, pedig voltam COVID-os is, de azt is annyira könnyedséggel történt az az egész is, tehát most nem fogok ebbe belemenni, mert nem akarom ez az időt, de ha elmesélném, azt mondanátok, hogy wow, tehát hogy jól jöttem ki az egészből, jó, hogy COVID-os voltam, úgy jött ki az egész, hogy az volt a jó nekem, hogy akkor az voltam, elképesztő. De először nem láttam az első napon, amikor elment a szaglásom, hogy fák, mert 2 hétig itthon ülhetek, akkor nem láttam ezt olyan ragyogónak, meg örömtelinek, ugyanakkor azóta egy csomó dologból kiderült, ugye, hogy semmi, tehát, hogy a dolgok nem úgy jelennek meg, ahogy elképzeljük. És az van, hogy lett, annyira más lett a valóság, hogy nincs igazán ez az egész hatással a világomra, az, hogy nem lett kimenni itthonról. Én nekem ez nem is jut eszembe, mert én kimegyek itthonról, vagy nem azt, tehát, hogy nem azt nézem, hogy mi nem jó, hanem az, hogy mit szeretnék teremteni. És nekem nagyon sokat segített az a COVID elején, tavaly márciusban. Én mázlisának érzem magam, hogy én élhettem Amerikában, és hogy beszélhetek angolul, mert én azonnal elkezdtem ránézni arra, meg cikkeket keresni, hogy 2008-ban, amikor volt ez a nagy válság, akkor mi volt a különbség azok között, akik nagyon meggazdagodtak, vagy boldogok voltak, vagy azok között, akik nagyon nem, és mondjuk elveszítették mindenüket, és az volt, arra jutottam, a sok cikket, podcastot, mindent hallgattam azokból az időből, hogy azok lettek igazán sikeresek, vagy céget alapítottak, akik azt nézték, hogy ebben milyen lehetőség rejlik, nem az, hogy mi a rossz ebben. Mindenki, aki azt nézte, hogy mi a rossz ebben, és traumat rámazott, elveszítette a vagyonát, vagy valamennyit, vagy a cuccait, azok, akik meg azt nézték, hogy mi a lehetőség ebben, azok pedig fölvirágoztak. És akkor nagyon sok ilyet hallgattam, mindenféle podcastokat, meg cikkeket olvastam, és olyan fantasztikus dolgokat találtam, és akkor rájöttem, hogy wow, 2008-ban megváltozott a világ, akkor jött elő az Airbnb, az összes ilyen online cucc, ami addig nem is, amiről eddig előtte, ha valaki mondta volna nekünk, hogy majd lakást fogsz bérelni, nem szállodat, akkor így mondtad volna, hogy soha nem tennél ilyet. Igen. És akkor az egész világ átvarázsolódott, és ha így nézel a világ, hogy most is csak átalakult a világ, akkor szerintem sokkal boldogabbak tudunk lenni. De lehet, hogy ez most hangozhat, akarom is ezt direkt mondani, hogy ez most hangozhat ilyen nagy szavaknak, meg könnyű ezt mondani. De nekem tavaly márciusban 0 bevételem volt, amikor elkezdődött a COVID, mert furra az volt a nézőpontom, hogy vége a világnak. Egy egész hónapig, és akkor mondtam, hogy na jó, Nikolett, ez cuki vagy, de hogy így nem kell ám ezt teremteni. És akkor kezdtem el hallgatni ezeket a podcastokat, meg cikkeket kutatni, meg az eszközöket megint előkapni, és akkor utána visszaállt minden, és azóta is azt tudom mondani, hogy minden csak egyre jobb minden hónapban. De hát ez izomerősít, és el kell menni gyógytornára. Igen, eltörött igen, a lábom, most vették le a gipszet. Nekem most a Greg mondta mindig, hogy change channel, Andrea, és én kb. Úgy voltam vele, mint mikor azt mondott, hogy a happiness is just a choice. Yeah. Fuck you! Boldogság csak egy választás, na persze, nektek az, fuck you. Igen. Én is aztán kiszoktam, na hát amikor vekengős napom van, akkor ha valaki mond egy eszközt, akkor megverném. Nagyon. Igen, de egyébként pont a Dóra mondta ma, délután vele is volt egy live,
hogy Igen, elégbe láttam. szeretlek engem, és akkor ilyenkor még megkérdezi magától egy óra múlva, hogy na, még mindig, igen, még akarom, és megengedi Igen. magának. És akkor Abszolút. egyszer csak úgy dönt, hogy oké, elég volt. Tehát, hogy mi van, igen, ha ez is rendben van. Meg mi van, hogyha néha azt terem többet, hogy bekengsz? Lehet, hogy nem látnál meg valamit, ha nem engednéd meg magadnak, hogy bekengjél. Igen, én még nem mindig engedem, vagy ha meg is engedem, akkor sokszor teszem magam rosszá, hogy jaj, hol a joy, hol a joy, hol a joy, de így van, amikor nincs joy. Na, hát ennyi. Abszolút. És hogy mi, szerintem akkor tud ez gyors. Gondolj bele, minden, aminek ellenállunk, az nem változik. Így van. Tehát én szerintem ilyenkor sok elengedést kell csinálni a kontrollra. Hogy ha följön a... vagy kipotpokolni a kontroll. Mert mindenhol, ugye, ahol kontrollálni akarunk, ott úgy érezzük, hogy nincs kontrollunk. És hogyha nem tudom magamnak megengedni azt, hogy vekengjek, akkor érdemes megnézni azt, hogy mennyire akarom ezt is kontrollálni, hogy megváltozzon. És az van, hogy minden, amit meg akarunk változtatni, azt nem tudjuk megváltoztatni. Van ilyen a... Ez, bocsi, nem tudom, hogy mondhatok elengedést is itt a videóban? Persze. Jó. Bármi. Szóval van a Sedona módszernek egy technikája, aminek ez a neve, hogy triple welcoming. Nem is csinálsz elengedést, csak üdvözlöd az érzést. Ugye az az alapeszköz a Sedona módszernek, hogy üdvözlöd az érzést. És a triple welcoming azt mondja, hogy tudnád üdvözölni a sztorit? Krém van, Andi, tudnál-e most üdvözölni egy sztorit? Bármit az életedben, amin bekengsz. Oké. Okay. Semmit nem kell csinálni, amikor azt mondom, hogy tudnál, vagy ti is mindenki, jó? Akkor kinézitek, hozzatok egy sztorit, ami bekengtek. Sztori, bármi. És akkor csak annyit csinálsz, hogy ide tudnád-e közel engedni magadhoz, mert mit csinálsz? El akarod tolni, meg akarsz szabadulni tőle, és így már ez, és megmutatom, mit csinál a háromszoros idő. Először is, oké, üdvözöljétek a sztorit, amin megy most a bekengés, bármi, ami most ott van a világotokban, ami intenzív. Oké, már történik az elengedés, mert meg közel engedted. Egyébként ennyi az elengedés, de nem mondjátok el senkinek. Dán, kész, mehetünk haza. Szóval odaengedett közel. Ott van közel, és most tudnád-e üdvözölni az összes címkét, amit ráaggattál erre a sztorira? Hogy ez rossz, hogy ez jó, az összes ítéletedet, az összes következtetésedet, mindent, amit kigondoltál róla, mindent, az összeset. Tudnád ezeket is? Aha, csak ezeket is csak tudnád közel engedni, és csak üdvözölni. És mi van, ha nem? Szuper, köszönöm, akkor mondd ki, hogy nem. Aha. Mondd ki hangosan, légy szíves, hogy nem tudom üdvözölni az ítéleteimet, nem tudom üdvözölni a címkéket. Aha, oké. Okay. Mert amikor nemet mondasz az elengedésben, is elengedsz. Ha nem vagy, tehát hogy ha félsz attól, hogy akkor nem tudod elengedni, és nem mersz nemet mondani, ha nemet kapsz, az rosszabb. Mondd nyugodtan, hogy nem. Hajlandó lennék elengedni ezt az érzést? Nem. Akkor mondd azt, hogy nem. És már attól, hogy megengedted magadnak, hogy nem, már elengedted. Igen. Szóval ez egy izgi dolog. Oké. Ez volt az első üdvözlés. Hármat fogunk csinálni, ez háromszoros triple welcoming ez a neve. Oké. Tudnád-e, Andi, most üdvözölni mindent, amit szeretnél ezzel a sztorival csinálni? Belefoglalva azt, hogy meg akarod ezt változtatni, hogy el akarod tolni magadtól, vagy hogy itt tartanád, és nem engednéd el soha többé. Az összeset. És meg tudnád-e engedni, hogy ez most így van? Nem. Oké. Szuper, csak mondd, hogy azt mondom, hogy van. Oké, és ez megvolt, akkor tudnád-e most üdvözölni azt, hogy ez a sztori rólad szól, hogy te ki vagy? Igen. Az, oké. És azt, hogy ez a tiéd. Azt, hogy ez az övék, vagy övé. Na és akkor mit csinált ez a három dolog? Miért nem tudunk megváltoztatni valamit, ha vekengünk? Egyrészt kitoljuk oda a perifériára. Azért, mert nem nézünk rá arra, hogy mi a sztori, nem engedjük közel magunkhoz. Nem nézünk rá, hogy milyen ítéleteink, következtetéseink, nézőpontjaink, kivetítéseink vannak vele kapcsolatban. Milyen címkéket raktunk rá. És így elkezdesz így, wow, ezt is gondolom. És ezek jönnek egyre közelebb. Minden sztoriba az akasz be minket a leginkább, hogy minden áron meg akarjuk változtatni. Igen, az akarás. Tehát amit nem tudsz,
Aha, és amit nem tud, tehát nem tudsz valamit elengedni, ha az a mániád, hogy meg akarod változtatni. És mit akarunk oda csinálni? Hát meg akarjuk változtatni, itt tartanánk, ragaszkodunk hozzá, mert van számunkra valami értéke, vagy ez a, azonnal el akarod tüntetni a világodból. És akkor van a harmadik üdvözlés, ami pedig olyan, mint az Excessben, a kihez tartozik ez kb. Egy kicsit expertebb verzióban, mert azt mondja, hogy néznek, hogy ez mi az, amit eldöntöttél róla, hogy ez rólad szól, hogy te ki vagy. A legtöbb sztoriról eldöntjük, hogy ez minősít minket. Hogy ez arról szól, hogy én ki vagyok, hogy én rossz vagyok, nem vagyok elég jó, elbénáztam, bla bla bla. És a másik meg utána, hogy és ez egyáltalán a tiéd? Vagy az övék? Vagy mi ez? És akkor, hogyha háromszor üdvözöl, szerintem ez a legcoolabb technikája a Sedona-nak, mert ez olyan mélyre megy, nem kell extra elengedéseket csinálni, csak megengedett, hogy ránéz ezekre. Szóval én például ezt is ajánlanám a vekengőknek, hogy próbálják ki. Mert elaludtam, képzeld el. Nem tudtam elaludni, és semmilyen eszköz nem segített. És annyira vicces volt, mert így, jó, nem akarok elaludni, nem akarok elaludni, nem akarok elaludni, és így is. És kinyúltál. Nagyon, igen, nagyon vicces volt, igen. És figyelj már, téged valaki megkérdezett a live-ok alatt, hogy neked mi a kedvenc eszközöd? Nem. Mert engem nagyon érdekel. Tehát így Én köszi, hogy szoktam meghív. interjú volni. Igen, tudom, de köszi, hogy meghívtál minket, mert cuki vagy, de minket is érdekelne, mert ez a te csoportod, hogy na, Andi, te neked melyik a kedvenc eszközöd, amikor úgy érzed, hogy vekengsz, hogy miket szoktál, vagy mi az, amit mondjuk, hogyha én vekengenék, most mit mondanál nekem, hogy mit kellene tennem magamba? Andi! Arra könnyebben válaszolok, hogy mi a kedvencem. Jó, oké. Bármire. Amihez kedved van. Ha minden rendben van, ami nem extra eszköz, Igen. de nekem nagyon sokat segít, meg a minden értem van, illetve én a kérdésekkel, én sokszor úgy kelek, hogy, vagy ha vekengek, hogy melyik az a kérdés, ami most a legnagyobb könnyedséget adná. És akkor mindig megjelenik. Mindig megjelenik, Kösz. illetve most azt hiszem pont András rakta ki tegnap, vagy tegnap előtt valami kommentbe, hogy mi az a hozzájárulás, amit ha most fogadnék, akkor minden könnyedén megváltozna, és ez nekem nagyon tetszik. Ó, kirázott a hideg. Jaj, Ó, igen. úgy, most be kell nyúlnom a ruhámmal, mert hogy Andrásnak fut rajta. Köszönjük, András. Wow. köszönjük. Igen. Fut rajtam hideg Igen, föl. mert hogy az akarás is ugye egy toló energia. Pus, pus, pus. Nem. Nem, és amikor Nem. fogadom a hozzájárulást, az megint bevisz az áramlásba és a befogadásba. Tehát, hogy Még az egyszer meg... elmondod, hogy volt a kérdés? Leírom, mert azt most leírom magamnak, ezt most fogom. Mi az a hozzájárulás, Amit fogadhatok itt. amit most fogadhatok, vagy amit ha most fogadnék, akkor minden könnyedén megváltozna? Bocsi, hogy itt a live közül éneket csinálok. Bármit is lehet. Én is szeretek jegyzetelni. Ma például az Anthony Mattis mondott egy nagyon jó, mindenki nagyon Mit jókat mond mondott? a boldogságról, de ő nem Mit mondott? kérdést mondott, hanem hogy neki a sense of possibilities, tehát hogy a lehetőségek érzékelése is a boldogság. És nekem ez egy nagyon új aspektus. És tetszik. Mert hogy eddig Jó mindenki van. azt mondja, hogy béketere, meg hála, meg persze, tehát, hogy nagyon jó, de hogy ez egy új tér nekem, amit ő most itt felhozott. Leírtam magamnak. Ez nagyon tetszik nekem. Lehetőségek érzékelése. Wow. Igen. Cool. Jól van. Köszi, Anthony. Köszönjük, hogy elvállaltad ezt a Zoom-ot Andival. Ugye? Tényleg Majd tök írok igaz. neki, hogy milyen hozzájárulás van. Igen, nagy, egyébként érdemes végignézni szerintem az egész hetet, mert nagyon jó, mindenki nagyon jó, mindenkivel nagyon jó, és mindenki mást hoz De fel. jó. Szeretem azt, hogy mindenki más És megvilágít. lesz még másik alkalom is, amikor lájvozol még a héten. Igen, holnap 11-kor a mesében leszünk, Szecskor mesében. Este Ah, imádom az a 7-kor, mesét. igen, a mese is nagy varázsló. 7-kor Heather Nichols,
Micsoda? Igen. Heather a mentorom. Ne, tényleg. Én neki köszönhetem, ahol tartok. Úgy, hogy soha, tehát, hogy bejelölt a Facebookon ismerősnek, úgy, hogy előtte este sétáltam, az is mondom, nekem kell egy mentor, egy amerikai mentor, persze, már a magyar nem is jó, milyen műző, mit képzelek én magamról. Hazamentem, elvetettem, mondom, megnéztem a weboldalát, láttam, hogy mennyibe kerül nála egy óra, és így mondtam, hogy jó, next life. És akkor másnap reggel felébredtem, és bejelölt ismerősnek a Facebookon. És így nem akartam eljönni. És kérdeztem, hogy miért jelölt be ismerősnek a Facebookon, és mondta, hogy nem tudja. Csak azt érezte, hogy bejelölt. És mondtam, hogy én mentort keresek, hogy nem lehetne olyan, hogy néha, amikor lenne kérdésem, és hogy én nem fogom őt zaklatni. Tehát így egy évben egyszer beszélünk, amikor itt tényleg van egy kérdésem. És 2 percben mond 2 dolgot, és így elbúcsúzunk egymástól. Tehát, hogy tényleg úgy tekintek rá, mint egy mentorra, és akkor sok programjában is vagyok, egyébként imádom az online programjait. Wow, gyertek, nézzétek! Én nem ebben a csoportban lesz a másikban, ugye? A Joyful Possibilities, igen. Wow! Igen. Elvállalta, úristen, de szerencsés igen, vagy. Igen, de képzeld el, hogy mindenki, tehát így följött, hogy oké, ki kellene bulizni, tik-tik-tik, így jöttek a nevek, írtam mindenkinek, és mindenki elvállalta, tök boldogan. Tehát, hogy senki nem mondott, na már. Wow. És szombaton még lesz a Komáromi Bori 11-kor, és a Connor Hill lesz 5-kor. Wow! Az nagyon klassz, úristen. Igen. És le, akkor nem is fordítod, de ott csak angolul beszéltek, igaz? Nem, a Szecskolmese tolmácsol egy másik Zoom-ban, úgyhogy ki szoktam rakni a Zoom linket, meg ez most tök ciki, de nemrég ismertem meg a lányt, úgyhogy nem tudom a nevét még megjegyezni. Ő is egy új tolmács lány, vagy nekem új. De jó. Szuper. Ildikó, azt tudom. És nem fog eszembe jutni. Mindegy, szóval van tolmácsolás, az a lényeg. Szuper. Egyébként most hagyd mondjak valamit erre, mert azt mondtam neked, és így meg is akadt ez a szó, hogy milyen szerencsés vagy. És hagyd mondjam el, hogy értettem a szerencsét. Olvastam valahol ezt a gondolatot anno, és ezt így megtartottam magamnak, hogy szerintem a szerencse az a hajlandóság arra, hogy több legyen neked, mint amiről gondolod, hogy megérdemled. Hú, ezt én szeretném leírni. Szóval így értettem, hogy szerencsés, hogy nem úgy, hogy de jó neked az. Szóval a szerencse az a hajlandóság, hogy igen. Több legyen neked, majd aztán átmagyarosítod, mint amit gondolsz, hogy megérdemelsz. Na, és akkor ezt le kéne fordítani magyarra, mert ez így nagyon szarul hangzik, de angolul olvastam. Luck is a willingness to have more than you think you deserve. Szerintem ez teljesen jó, így magyarul. Megmagyarosítottuk nektek. Én nagyon szeretem ezt. Ez ilyen alagerident lesz, vagy? Szerintem, nem tudom, én azt hiszem, mert ez egy ilyen screenshotom, egy Desiree nevű lánytól, aki szerintem ismersz is. Igen. És akkor tőle egyszer láttam kiírva ezt a gondolatot, és mondtam, hogy ez annyira igaz nekem. De hogy neki honnan jött, hogy ez az övé, vagy valaki, nem tudom, de nagyon szeretem, és azóta így ezt a magaménak érzem. Mármint, hogy így úgy érzem, hogy tényleg ezt jelenti a szerencse, nem azt, hogy de jó neked, mert neked valami különleges, nem, mert te megérdemled vagy. Hanem tényleg mi van, ha a szerencse az a hajlandóságod arra, hogy több legyen neked, mint amit gondolsz, hogy megérdemelsz. Nagyon jó. Ez tök jó kicsavarja az elmét ez a mondat, mert úgy nem is érted, hogy mit mondtam, igaz? Én se. Igen. Nem is kell. Nem is kell. Köszönöm. Nagyon köszi. Hát nagyon, én is egyébként én olyan is lesz, mert így elkezdtem azzal menni így a live-okban, hogy mi az, amit itt tanulhatok, mi az, amit befogadhatok, és így wow, hogy lehet ettől is jobb. Most én megnézem ezeket a videókat akkor, ha azt mondod, hogy ennyire jók voltak. Csak én is most értem haza, és így nem láttam a maiakat, és én a Prokop Dorit nagyon szeretem. Mindenkivel nagyon jó volt. A Krisztellel tegnap Krisztel Crawford volt az angol. Őt is? Na jó. Én nekem mennem kell. Az Andi túl jó. Most nem mondod, hogy őt is. Wow, de imádom. És szar erőltük magunkat, és nagyon vicces volt. De közben rengeteg információt adott.
De nagyon jó volt a hangulata, úgyhogy nézd meg. Én háromszor megnéztem azóta, mert így kész, imádom, nagyon jó volt az energiája. Na, akkor most itt elismerhetsz valamit. Na, Benne, más... vagy az öt, benne vagy az 5%-ban, aki vissza tudja hallgatni saját magát. Tényleg? De amúgy sose szoktam. Ez volt az egyetlen. Nekem, de ez csak én, lehet, hogy ezt az én tudtam, én azt gondolom, hogy nekem ott változott meg valami önmagammal kapcsolatban, ebben a nagy elfogadásban, megengedésben, amikor el tudtam kezdeni visszahallgatni a saját live-jaimat, és nem ítélkeztem magamon, sőt azt gondoltam, hogy úristen, de jó cucc ez, Jézusom. Én a saját hanganyagaimat hallgatom, mert fogalmam nincs, hogy ezek a cuccok honnan jönnek, csak így jönnek. És akkor igen. Én a saját hanganyagaimat szoktam néha hallgatni. De jó. Wow! Wow! Na, egy újabb honnan challenge. Vette? Honnan vette? És gondoltam, hogy csak ezt tudom neked, hogy ezt ismerd el, mert egyébként ez egy tök jó hely lenni. Uh-huh. Hogyha visszahallgatod magad háromszor, és imádod, és szereted. Szóval szerintem ez egy klassz dolog. Anthony ezt is mondta ma egyébként, ha ennyit még elárultok, miatt visszahallgatnád, hogy ha magadat nem tudod befogadni, akkor hogy is szeretnél más? Én most letesszük, vagy nem tudom, mit csinálunk, kilépünk. És én megyek, meghallgatom ezt a Zoomot, most már kettő jó dolgot is mondott, ezen ez a csávó tud valamit, meghallgatom. Igen, nagyon-nagyon jó. De jó. Köszönöm. Na, hát akkor megköszönöm mindenki nevében azt, hogy meg összehoztad ezt az egészet, tök jó fejtség tőled, itt a boldogság világban. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm. És szép estét mindenkinek. Sziasztok! Köszönöm.